egyértelmű bírói előléptetési rendszer bevezetésére való szándékot. Szeretnénk azt is megemlíteni, hogy az OIT által megalkotandó módszertan a szignálási rendet illetően országos szinten is képesnek kéne lennie a bírák egyenlő munkaterhének biztosítására. Ez azért nagyon fontos, mert jelenleg is azért főként vidéken van eset arra, hogy egyik megyéből a másikba átküldenek bírákat, viszont célszerű lenne megint csak a hatékony és minőségi jogszolgáltatás érdekében, hogyha ennek lenne egy egységes országos rendszer és egy országos monitoringja az OIT-on belül. Amit még szeretnénk egy némi kritikaként elmondani, ez az, hogy ez a törvényjavaslat a panaszeljárások újra szabályozására nem igazán tesz kísérletet, és pontosan azért, hogy az állampolgárok bizalmát erősítsük az igazságszolgáltatásban, megfontolandó, hogy a számonkérhetőséget, és nem is egyszerűen a számonkérhetőséget, hanem az állampolgári panaszok kezelésének a rendjét világos, kiszámítható és a polgárok által hozzáférhető módon rendezze a törvény. Hiányoznak a bírói etikai kódex felülvizsgálatára vonatkozó szabályok, és ezt én egységben kezelném azzal a kritikával, amit itt a panaszeljárással kapcsolatban elmondtam. Kulcskérdés az, hogy az állampolgárok függetlenül a változó politikai viszonyoktól megbízzanak a bíróságok minőségi és pártatlan működésében. Ez viszont nem lehet pusztán csak egy elvárás, emellé oda kell tenni egy olyan etikai normarendszert és egy olyan panaszkezelési eljárásrendszert, ami egész egyszerűen egy biztosíték, garancia az állampolgárok kezében. Én ennyit szerettem volna a szervezetrendszerrel kapcsolatban elmondani, megjegyezve azt, hogy alapvetően jónak tartjuk a javaslatot, ugyanakkor az, hogy a kormányzati súlyt most már a médiarendszer után itt az igazságszolgáltatáson belül is növelni, erősíteni kívánják, ez egész egyszerűen hajmeresztő, indokolatlan és elfogadhatatlan. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Megadom a szót Dorosz Dávid képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoport másik vezérszolgokának. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, akkor ahogy Schiffer András kollégám szép szavakkal beharangozta a jó rendőr, rossz rendőr páros második tagjaként, sajnos az önök által beterjesztett igazságügyi saláta legsavanyúbb és legfelháborítóbb két pontjáról kell most beszélnünk. Elsősorban a büntetőeljárási törvényben a védő jogoknak a szabályozása, a második sorban pedig egy olyan dologról, amiről idáig kevesebb szó esett itt a házban, ez pedig a titkos információgyűjtés új szabályairól. Kezdjük az elsővel. Amit ön kifejtett, államtitkár úr, a büntető eljárás két fontos szempontjából, a szempontjával kapcsolatban tökéletesen egyetértünk, gyönyörűen mondta el, szinte tankönyvekbe illően mondta el. Az egyetlen probléma, hogy a javaslat ezzel totálisan szembe megy, és egészen más csinál. Önök úgy gondolják, és ebből a törvényjavaslatból is ez tűnik ki, hogy a büntető eljárások lassúságának a legfőbb oka a védők, illetve a védők magatartása. Éppen ezért őket akarják megbüntetni, őket akarják megrendszabályozni. Kétségtelen, vannak ügyvédek és vannak védők, akik a rossz hiszemű perelhúzás gyakorlatával élnek, de ők egy kisebbség. És éppen ezért ennek a kisebbségnek a megbüntetése miatt nem lehet az összes többi ügyvédet, illetve rajtuk keresztül a vádlottakat és a vádlottakat megillető alapvető jogokat csorbítani. Ez egy túlzás, és ez ilyen szempontból nem elfogadható. Önök a büntetőeljárásban most szűkidik, sőt, rombolják a védők jogait, és ezzel sajnos a büntetőeljárás egyik legfontosabb alapelvét, a közvetlenség elvét is rombolják, és annak nem tesznek jót. Ez nem egy jó üzenet, sőt, ez egy veszélyes üzenet. Veszélyes üzenet, mert a gyorsaságra és az eredményességre hivatkozva soha, de soha nem lehet az embereket védő alapvető jogokat leépíteni. Veszélyes üzenet, mert soha nem lehet a gyorsaság fontosabb, mint az állami büntető hatalommal szembeni garanciák. Veszélyes, mert hadd ne kelljen mondanom, hogy az ilyenfajta érvelés az milyen országokra és milyen rendszerekre jellemző.
Sajnos, ami még ennél is rosszabb, az a titkos információgyűjtésre vonatkozó új szabályok. Itt sajnos egy olyan szabályozást vezetnek be, aminek láttán még az állampárt is megnyalná a 10 ujját. Az, hogy az nem engedélyezett személyek kapcsán, nem engedélyezett bűncselekményekkel kapcsolatban vonatkozó adatokat is fel lehet használni, az év egyik legcinikusabb és legveszélyesebb húzása. Ezzel önök a civil bírói kontrollt egy az egyben a levesbe dobják, és az engedélyezési folyamatot teljesen feleslegessé teszik, kiherélik. Innentől kezdve az egész bírói engedélyezési folyamatnak nem lesz semmi értelme. Ez egy nagyon veszélyes lépés innentől kezdve. Akkor innentől kezdve nem látjuk, hogy az engedély lényegében mindenkire vonatkozhat, akkor mi az értelme az egész engedélyezésnek? Ezt az egészet önök innentől kezdve teljesen feleslegessé teszik. A személyes jogok védelmét adott esetben igenis lehet korlátozni, ennek határa az arányosság. De önök sajnos az arányosságon jóval túlmennek, a kilométerekkel túlmennek, az arányosság innentől kezdve már csak távcsővel látható. Önök a személyes jogok védelmével lényegében feltörlik a padlót, és még kettőt jól bele is rúgnak. Ezek a változások azt mutatják, hogy önök sajnos a három csapás után most két nagy taslit adnak az alapvető jogok védelmébe. Miért nem írják bele akkor a törvénybe, hogy innentől kezdve érintőlegesen mindenkit megfigyelhetnek, és az onnan gyűjtött adatokat mindenki ellen felhasználhatják? Ez sokkal őszintébb lenne, hogyha ezt írnák bele a törvényjavaslatba, ahelyett a PR handabandázás helyett, amit itt elővezettek. Ahogy már az előzőekben Siffer András kollégám elmondta, a szervezeti változtatásokkal egyet tudunk érteni, azoknak a nagy többsége jó irányba tett lépés, viszont a védők alapvető jogainak visszaszorítása és ezen keresztül a vádlottak alapvető jogainak megszorítása semmilyen mértékben nem megengedhető. Az a szabályozás pedig állampárti időket idéz, amelyet önök az információgyűjtéssel kapcsolatban szeretnének bevezetni, és ezt semmilyen módon nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most 2 perc technikai szünetet rendelek el.
Tisztelt Országgyűlés! Felszólásra jelentkezett Répási Róbert államtitkár úr. Megadom szó a Tisztelt Államtitkár úr. Tisztelt Kurti, köszönöm a házkönyvben a lehetőség lehetőség, mint szóval fel, mint lássátok pedig a szünetekai szintre. 2 óra 5 idős keretben csak az előbb a tesztőt eredető vajz van abban égkéből vinni a vilhúgy, tehát a képviselő természetesen természetes tához sétálnak. És megmutatják az gazdagokat, fáradtak, és a többi. Tisztelt, azért gondolom, hogy lesz hozzákuló, mert ebben ugye általában a saját szerves vitaszben kezdett, hogy általános és vitas vitaszed egyben egy van. Jól mondtam, úgy azért, mert körülbelül kíván után néhány szalán egy átlagú felserelés felvető választ kell még szólni, hogy csak már azért előttem a segítetes részt, hát csvítást jut, pedig talán néhány jó néhány részt, kérdéset ki tudjunk benne is tudom vitaszni. Amennyitől én látom, hogy nem azonok olyan sok fogad támogató nyilatkozat és személyes ellentben támogatáslatát kiváltó jelentőtott vasat ő is tettünk, azon túl a fontos politikabb kapka, értem a jólét két irányból volt, akik az egy az országos az ország igazságtatás szolgáltatási takarásnak tette helyzet, és az 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 módosított társadalmi mások, amely bűnte pedig a társadalmi törvénytől módják társadalmása. Mi az, amit szóval itt illetve, én nem érzem egyet a nyerték és a kellés a fel, amit Csíves Andrár Melló Fischer fragmentető szövezetmód mondott, mert én egyszerűen rá ez a tormány formt, az már mint az állt, hogy egy taggal, egy mind taggal vert ül a bő, amely az ezáltal az a tóit kormány kortól nyári befolyásolt egy vagy kormány vagy egy nyári befolyásolása atózág az nagyon nagy nőnek. 11 ez egy tagban 5 stület test, 10 most 6 el 6-ra bővül, és a bírók tagom a szám a 9-9 vagy 6 vissza, hogy mely ügöny satok javaslat fogt fel, vagy rossz majd az ős megül. Ellentően azt mondja, hogy a bírák vizsgálják jóségben a többség van az azokban. Hogy, és mi mondja a tibetre most azt, hogy a költségben felelősért fel, vagy az államosért fel, és minden előre a tisztelt egy ugyanaz és ugyanígy személy. Ő az igele is tagja, itt az motik az mondja, hogy valóban van ez a önállapotis a csőrezet, már is mondom, hogy áll a szervek, főleg 74-ben 74 milliárd 4 körüli támogatással, tehát a 47-es körüli vettétség állami szervek szervek. Nem van nagyon dolgoknak húzhat, hogy úgy rassz a ilyen semmi költségben költségületi ellenőr, ellensemmézésségben költségítés szakmai majd szempontokat esetleg ne lehet esérvényelíteni. Nem vélek, hogy a ország zorsz és gyűlés két rágdottságból üdi kültagjátját, az alkotmányokot igazsígyési ottságából, az álmő számköltségési bűvetőságból, ez az van, így jut, amióta itt az olynak, a testülete lehetett volna képviségszegős előképvisel egyvel lehet feljutált el, lehet több mint a 2-10 az tével, hogy szabály két pontból szempizsgálva vizsgálja, két pontból képviselő a viselkszág az orsz és gyűlő ország viselképvelő, az ügyi felgőjelkot joga szempontásból gyábbis és a költési szövetpontból szempont. Nos, ez a hely ugyanez a helyzet kormány két kiagjáta is, ávali. Én gyakorlatilag tapolatlanatból azt a gondot tudom, amikor az ugyanság az igaz, amikor az igaz, az ügyérségülős feleler miniszter a tagja a hatna új akkak, akkor a költségköltési vetési előkeresztő terkeltések az igaz, az ügyérségülő és felelőszté minisztérium, hogy olyan szakemben négy emberek nézi, hát olyan álkemben szakemben adja a ügyérségű igaz felelőgyért tisztes minimál számi arra véle szakemény. Egyébként az minisztér a beltérő gazdaső gazdálkod, tehát a saját, tehát közigazdaság és a minisztér mesőkön beltérő gazdálkod fel a saját el. Nyilván és nincs okán nincs állásra rá, csak az állam akart a háztartási folyamat, államra vagy a háztartási szesi, de tervezett a gazdára mindenesen, ahol ma például az egán az egész nőben költségfeltétés minisztér is, mint tehát hogy annak az nemzeti minisztérségem megfélnek. Hát, tehát részben a rakmar szakimmunai szikkel eddig erősült az által, de részben pedig akkor a kormányból tirányból tudja a javaslat és aki bizonyos fennő az ellensétezés és az együttműködés, az együttműködés működő van, szó itt az együttműködés, együttműködés irány két ügyalmat tud megvalni, utáni bölcsökkösi szeretésből és pontigassa az ilyen megügyi felelő felsős jogási kotárempont szempontból. Az a probléma, ami azt illeti, hogy a srácok javaslat lerint olyan nének is döntik, amelyek önmagukhoz, amelyek meghozza a Google tagíró szavazók szemelét, az azt feltételezi egyébként, hogy a Csifferető szóval szerint azt szerint kíván az a kisnatot,
arra, hogy a BIC olcsó külsített a gejtől nem bírni, a gejtet készletként részisztatni akárján a BIA tagok jótak, az a szabados ebbához, bíró tagok tavarat akhoz, szához részisztatni akárján. Én ezt nem tudom tartani, fogad el. Annak értet tudom, mert azok, hogy országon az olyan létokban, ahol igazgatózik a szolgáltatási láthatás tanár, ott nincs népség különböző volt a BIA nem megérsett a bírót között. Az igaz, a szolgáltatási láthatás minden más, mint a tag szavaz így egyszer rendelte, ezért tekezik, tehát ott, és ott is állunk, mi a magyar bírósági igazgatóztatás igazgatási testben létünk, és nincs nélkül különbség a szömség, hogy szerint valaki bírósági jósági vezetőként, bírkerülként vitt be az oly már, vagy nős mindenkerségében. De problémát ezt a problémát megoldjuk. A Cserpcsics Sokovi András, a Sőcs képviselmény társa, és Kovszik Rúgyát, a György nyújtott begyújtott odos módítványítő nyitva, között módon olyan bevassító, én megtudom, hogy te szűnztek néhez harmad két hagyd ödös kötetési kiségezetet. Tehát ők azt sajszával, hogy bárják, hogy bár a egy tagjával valóga bőíté, bővíz a tisztát, ott a gyen haló búra bőíté, bővíz is az következő közben ezzel. Az ilyen ne legy minő többsítek eszköség, se tördönt, milyen tés, hát te a még lehető lehetőség is meg sincs annak, hogy kormány egyébként egyébként, hogyha nem tudom, mert olyan két mondjuk két formákon, meg egy tagormány két képpártézés, és az csak összesen egy fő négy, tehát matematikai, tehát lehet az összesség, hogyha az egyet kormány el tudnak adni a kormány által, kormány vagy kormány által pártokat, tehát a megszemélyezott képeknek adni tudnak egy hagyni az egyet madot, de mindről több most az olyan törő, hogy ezt a kikkel ezt madot, és egyszerűen ima elségű több döntéges dolgózéseket tudnak a zsói, az illet testvétek, az ortében születben át, tehát csak ez még csátszra látom, hogy se marad fenn. Tehát hát én úgy gondolom, hogy az átkozra volna az ojtó, azért összefognak el a politikusok, hogy fölkelt el, hogy ha fogadjuk azt a kormányok a módosítást, hogy vastagosítja, akkor nem csak meg májjuk el a helyük. A büntetőrási törvény nehez az egy nehezebb kényeztes, én gondolom, elfogom, hogy a büntetőrási törvény vissza időjén néz, mert nehezve az a idő jogok, jog az eddig megállapított világapító jogok, időjog egy bizonyos szintől összenek, csökkentékent és sérnés és csökkentmények eredet elhelyezik ezt a domfogat. Azonban az lehetnék azt felügyelmém a felelőkbe, hogy néhol az igaz, az dolgásság szükség történetek előbbszeres. Tehát természetesen csak nem a szempont időszából mondja, a védni csak a műveg időszerát igényre nézni kell nézni az igaz. Tehát szolgálni, hanem úgy is, hogy ugyanúgy ügyészjában pont bíró és a bíró szemes kell ebből is állni, vizsgálni. Azt mondjuk arra, hogy mondjuk ezek a vasalja voltatok, akik ezt jeszett a jegyenaktésen, olyan gyor oltira voltak, hogy a védői védőjogok vonatokra volt javaslózó jogoslatok, azok mind a kisbírós bírókáknak egész csodos szempont, lefesen a lesek bírószők újtetsmának, légőségre, mint a ügyék főből egység. Az egyért egyetével kesélt terült ide a vastabajatba, ám, ami idők szerint a védre elrámálhatta fogadni, az planként az egyébság az igazságszolgáltatás másik, másik fő szétfője szerepre elszámálható fogadó. Persze, azt mondhatna, hogy mondani érthetően, hiszen őket nem akik időgatják, de próbáljuk a dolgokat megköt úgy, mint a nézelét, hogy a bíróság írós azért is annak, mert van így észre, az ügyiség van azért, hogy a szövény törvoga és jó helyára az mindez van, mi akkor neki is alkoholhassa. És be ebből az ő nézőpontjuk, de pont ővel bőfény beleszél az, hogy ezt a egyrészt őt véd kötelezni kötele arra kell a helyen, hogy sről kettesoskor gondoljon. Másrészt a véd, ha idő különböző kötelező petahúzóval létik átkor, akkor rendezőr rággal is jelentesse, legott lenni, sem vissza senki. Tehát nem nék véd, ne csak szemdői szemszögből nézők, bűnt, hanem a helyelető, ez igazás, a szolgáltatás, tehát a repülő szerempolyói szemből, gyábrás, igazságos is látszatok, szervekből is tudja ezeket nézve, javaz ezeket munkatosatok. Szeretném leszögezni ezt a ügy, amara védik a folytában nem tudott egy-egy átésztet elmondani, és mondtuk, hogy a javaslat ellen szemmi az egy atya, nem egyébként a minisztérium, hanem a bíróság szeretatja, nem atya. Ők a sajátunkból, a sajátunkból, a sajátunkból azt tettek volna, a sajátunkból, hogyan, hogy hogy ne lehet a védőzó rehúzikát, taktikát, talált kormélyhozni, és lehetünk megszerűen a derbe szorítani. Én nem gondolom, hogy ez gondolom súlyos, jó személyiségét jelenti a védelmi idő, hogy már a kabidelem a védelmelőjéhez vakott joggal, joggal is szélt vett nézt, hiszen számosan most olyan bizárt kritizált részkel intézni, amit belé sem vett nézt vezet, az egyébként egyébként hogy más ügytöltelési rendvényben abban szemnek van rendben állás, hogy egy lát példak mondja, igen, törne van az vényben, hogy bizonyos esetben bizonyos esetekben a tanulata van akarásáról már olvat, nem úgy felsárul el, de máshol már a bűntörvény esetben mondja azt mondja, hogy
itt van indítja az a vég a dőnek, hogy megtalassan tanunk. És úgy, és egy olyan is, eddig ez és után a bíró eldöntő bizony, hogy a másik nyitványnak nyitva eleg nem tesz, vagy nyitva eleg. Ez eddig is így, és ez volt a jövő után is időben. Ez kérem, tehát azt nézzék, hogy nélkül kegyük a vég a ez vagy nem agró jó szab pályáncszeri rendsnek, és ne ön ne van ez magán szabályokat, azt nézzék. Ez ezért kifejező időkön a bérák eljárási húz perelfikó takkájnak le, és ezt próbálja lenni. Akkor előbb azt tudom, hogy mennyi az van a időm, másra szól, de beszélt tovább, a ház.